Sziasztok! Itt vagyunk Rácz Jenő éttermében, a Rumorban. A mai napon egy olyan gasztro kalandra fogunk invitálni titeket, ahol Jenő a kávéhoz készít különböző ételeket. Szeretnénk megmutatni, hogy a kávé helye a gasztronómiában nem csak az étkezés végén lehet, hanem nagyon is kiegészítheti az ételeket, megemelheti magát a gasztronómiai élményt. Mivel Jenő már ismeri a kávéinkat, a Nespresso Professional Michelin csillagos éttermeknek szánt kávéit használja, ezért ma egy kicsit komfortzónán kívülről próbáltuk meghívni egy centrifugális rendszerrel készülő Vertó kávéval, illetve egy originál rendszerben készülő hagyományos espresszót fog ételt párosítani. A háttérben már folynak a munkálatok, és hamarosan érkezik Jenő, aki bemutatja nekünk az ételeket. Meg is érkeztünk Jenőhöz. Szia, séf úr! Köszönjük szépen, hogy így beengedtél minket a birodalmadba. Két izgalmas kihívás elé szeretnénk téged állítani. Egy klasszikus, originál rendszerben elkészül arpeggio kávéval, ami az egyik legkedveltebb Magyarországon. Ez egy nagyon kakaós, nagyon klasszikus ízvilág, amit a krémességért és a kosztarikai kávé gabonásságáért szeretünk. Ehhez találtál ki a minden igaz egy ételt. Illetve a Peru Organichoz, amit egy centrifugális technológiával készítünk el. Itt ugye a zöldalmás jegyek, az élénk savasság és a kis izgalmas citrusosság jelenik meg. Mi az, amit te kitaláltál ehhez? Ahogy mondtad, nagyon hasonló dolgokat hoztunk létre a tányéron. Egy orosz hússalátát készítünk. Egy klasszikus dologról beszélünk. Egy picit megújítottuk, ugyanis mangalica, sonka, marhanyelv és kacsamáj az, ami benne van, illetve egy marha kocsonya. De köré öntünk egy kukorica velutét, ami majd megadja ennek az egésznek a hasonlóságát. Krémessége a kukorica velutének az ott lesz, és ugye ez a gabonás vonal az is részben létre fog jönni a tányéron, úgyhogy én azt gondolom, hogy ízpárosításban elképesztően jól tud harmonizálni a kettő. Akkor te egyetértesz azzal az állítással, hogy a kávé nem csak a lezárása lehet egy ételnek, hanem abszolút felemelheti vagy többé teheti az adott ételt? Abszolút. Én mindig azt mondom, hogy a kávézásnál nincs szabály. Tehát sok ember azt mondja, hogy van szabály, az én szabályom, hogy nincs szabály. Előtte, utána, közben abszolút belefér, és hogy szerintem vannak manapság már ezek a kávék annyira komplexek ízben, hogy akár kiegészítője tudjon lenni egy ebédnek vagy vacsorának, de akár ugye a reggelinek is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenképp egy izgalmas dolog, amikor a kávét vonjuk be az ételek elkészítésénél. Szuper, hát én alig várom. Akkor nézzük is meg. Csapjunk bele. A második kávénk pedig a Peru Organic, ami magasan az Andokban terem 1800-2000 méteren. A természettel összhangban ez egy organikus kávé. Az egyik nagy kedvencem, mert ízében egy ilyen vibráló savasság, egy ilyen zöldalmásság és egy ilyen frissítő, krémes, de mégis könnyű kávét ismerhetünk meg. Úgyhogy arra lennék kíváncsi, hogy te itt ezt egy ételhez hogyan tudnád elképzelni? Én azt gondolom, hogy ugye a savasság az mindig fontos szerintem egy kávénál, amikor ételhez párosítjuk. Ha megnézzük, hogy alapvetően egy ételhez vagy bort szoktunk adni, vagy bármi olyan ugye fermentálás, amiben jó savak vannak, az mindig kiegészíti az ételt. Kitaláltam egy ételt, nem is most találtam ki, hanem egy régi signature ételemről van szó, amit én nagyon kedvelek, és ott ugye ez a karfiorra van felépítve az egész étel, megégetjük. Annak is van egy pici savanykás ízvilága, viszont ne felejtsük el, hogy ugye a karfiornak is elképesztően nagy cukortartalma van, tehát a karamellizáció miatt nagyon jól tudja kiegészíteni ez a kávé a karfiolos ízeket, illetve van ott egy barna vajas hollandi mártásunk, ott is van egy ilyen kis mogyorós karamellás ízvilág,
egyszerűen jól megy az ételhez, úgyhogy nem is kell szerintem ezt tovább mondani. Kóstoljuk meg, és akkor látni fogod te is. Igen, egészen érdekes, hogy egy ilyen viszonylag egyszerűnek tűnő alapanyagból is, mint a karfiol, milyen sokféle ízt tudsz te kihozni. Azt, hogy ezt otthon valaki el tudja készíteni, szerinted lehetséges, vagy ez mindenképpen rációnő, hogy el kell jönni a rumorba? Hát is. Mindenki oda tudja égetni egyrészt a karfiol, tehát azt szerintem mindenkinek menni fog. Másrészt pedig ugye azért ez a karfiol, ez nagyon sokfajta íz kombinációból áll össze. Például a simei gomba, amit használunk, az kínai fekete ecetben van, gyömbérrel, illetve fekete fokhagymával érlelve. Tehát egy kicsit azért avantgárd kombináció, illetve ugye van nekünk füstölt tojássárgánk, ami még egy krémességet ad neki, és szárított marhapofánk, amit 2 hétig szárítunk, majd egy reszelő segítségével reszeljük rá a tetejére extra ízesítésként. Én azt hittem, nem vagyok éhes, de most már újra meg szeretném kóstolni. Köszönöm. Köszönjük szépen ezt az élményt, egészen elképesztőek voltak az ételek. Hát én köszönöm a lehetőséget, mindig érdekes dolog játszani a kávéval, a konyhán belül is. És hogyha egy hasonló játékot szeretnétek megnézni, akkor mindenképpen látogassatok el Jenőhöz, további receptekért pedig a weboldalunkra és a Facebookunkra is iratkozzatok fel. Nagyon köszönjük, hogy velünk tartottatok, sziasztok! Sziasztok!